Szeretettel köszöntelek benneteket az OTP Bank Pix Szeged és a Vizó közös sajtó tájékoztatóján. Kék a szívünk, mostantól együtt dobban. Engedjétek meg, hogy a sajtótájékoztató részvevőit bemutassam nektek. Harcsa Beáltam, a Bonafarm ZRT tájékozati stratégia és marketing igazgatója a Vizó képviseletében. Kovács Tamás, Szeged város alpolgármestere. Kis Bence, az OTP Bank Pix Szeged cégvezetője. És Bánidi Bence, az OTP Bank Pix Szeged férfi kézilabda csapatának kapitánya. Megkérném először Harcsa Beátát, hogy jelentse be a szponzorációt, hiszen lesz egy együttműködés, amiről azt hiszem, hogy már ti is értesültetek, hiszen szoros lesz közöttünk a kapcsolat. Köszönöm szépen, Robi! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Harcsa Beáta vagyok, a Bonafarm ZRT tájékoztatási stratégiai és marketing igazgatója a Vizó képviseletében. És legelőször is azt szeretném kérni, hogy engedjétek meg, hogy tegeződjünk, azt gondolom, hogy könnyebb lesz így a kommunikáció között. Köszönöm szépen. Először is engedjétek meg, hogy megköszönjem, hogy ilyen nagy számban elfogadtátok a meghívást, és eljöttetek a mai sajtóprogramra. Remélem, hogy mindenkinek érdekes, izgalmas, és az elvárásainak megfelelően fog majd alakulni. De rá is térjünk akkor a lényegre, hogy miért is vagyunk itt. Engem ért az a megtisztelő felkérés, hogy bejelenthetem nektek és rajtatok keresztül az összes érdeklődő közönségnek, hogy idén ősztől a Vizó gyémántfokozati támogatója, szponzora lesz a kékek csapatának. És hogy Robi által megkezdett két jelenben éljek tovább, ez azt jelenti, hogy a kék szívünk együtt fogom mostantól. A Vizó egyébként biztosan tudjátok már, hogy 20 éve a szerves része a Szeged életének, hiszen itt található a négy üzemünk közül az egyik a legnagyobb üzem, amely egyébként Közép-Kelet-Európának is az egyik legnagyobb üzeme, egy feldolgozó üzeme. Emellett munkáltatóként is nagyon fontos szerepet töltünk be itt a régióban, ott összesen 1300 kollégánk van, és itt a szegedi üzemben is több mint 600 szegedi és Szeged környéki kollégánk dolgozik, akik közül egyébként nagyon sok a lelkes szurkolói a csapatnak, úgyhogy így a város, a csapat, illetve a Vizó közötti együttműködés, szoros összefonódás az már azért évekkel ezelőtt megkezdődött. A Vizó az egyik legnagyobb és legismertebb élelmiszeripari márka Magyarországon, és nem csak a szegedi vonatkozás, illetve a sokszínűség miatt nagyon jól passzol, így a kékek csapatához, hanem amiatt is, hogy nagyon fontos ügyünknek tartjuk azt, hogy az egészséges életmódot mi is támogassuk. Ugye az egészséges életmód egyrészt nagyon jól összeállhat a kiegyensúlyozott táplálkozásból, ami nekünk mi bizony nagyon fontos. Másrészt ennek nagyon fontos része az is, hogy az aktív életmódot, a rendszeres sportot támogassuk, és kéz a kézben járjon el együtt. Ezt tud most megvalósulni ezzel a szponzorációval. Emellett a Vizónak fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén is kivegye a részét, és ezért elég sok alapítvány, óvodát, iskolát, egyetemet itt a helyi szegedi városban is támogatunk, és ezeknek különböző programjait és kezdeményezéseit támogatjuk, és most ugye az OTP Pix Szeged kézilabda csapatnak a támogatásával ezt a tevékenységet szeretnénk kiterjeszteni a sport területére is. A kékek családja világhírű és egy olyan közösség, ami a kézilabdát nem csak sportnak tekinti, hanem egy nagyon fontos ügynek, és egy nagyon lelkes személy és szurkolói táborban, ami egy szuper közösséget alkot. Mi bizony most nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és büszkék arra, hogy csatlakozhatunk ehhez a közösséghez, és együtt szurkolhatunk nyakokkal. Úgyhogy szponzorként szeretnék ezt a szurkolói élményt még tovább színesíteni, és amíg a csapat arra készül, hogy ez az izgalmas és feszültséggel teli rangadókon ezekre készül, és hogy ezeket minél sikeresebb legyen, mi is arra készülünk, hogy ezt színesebbé tudjuk tenni különböző nyereményjátékokkal, akciókkal, és hát minden hazai meccsre fogjuk hozni magunkkal a termékeinket is, mint például a Vizó Coffee Selection teljes kávékat, vagy pedig a Vizó túlorodikat. A támogatás megkezdés így a csapattal az egy látványos fényfestéses animációval fog indulni, amit ma délutántól vasárnap estig mindenki meg tud tekinteni a Rajok Palotán, úgyhogy a titeket is, illetve mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. És természetesen ott leszünk holnap a Veszprém elleni rangadón, ahol nagyon-nagyon szurkolunk, és nagyon drukkolunk azért, hogy nem csak nagyon sok izgalmat hozzon majd a meccs, hanem mindenképpen hazai győzelmet is. Úgyhogy hajrá Szeged, hajrá kékek, hajrá Vizó! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Harcsa Beátának!
Hétfőn volt egy közös kis projektünk, hiszen egyszerre 10 órakor tettünk ki egy kék szívet, és ez a kék szív az tegnap elkezdett terjedni, nem tudom, hogy láttátok-e. A szegedi szurkolók a kékek tábora mindenki a profilképét megváltoztatta erre, és ez most úgy pörög a social médiában, hogy büszkeség ezt is látni. És sem véletlen, hiszen, hogy említetted, által jön ugye a rangadó, és így készülnek a szegedi szurkolók, hogy ez a kék szív ott van most már mindenkinek a profilképen, elárulja az enyém is. Láttam, hogy sok-sok szurkoló megosztott, akkor nyilvánvalóan csatlakoztam. Én is hozzá, hogyha véletlen propagáljátok, kedves kollégák, hogy mindenki kék szívvel készüljön a holnapi napra, azt nagyon szépen megköszönjük. Következzen Kis Bence, az OTP Bank X-Szeged cégvezetője. Mit jelent ez nekünk, hogy a Vizó most már a mi kékek csapatunkhoz tartozik? Nagyon sokat és nagyon örülünk neki. Első körben azért engedjétek meg, én is köszöntselek benneteket, köszöntsem önöket. A tegeződésem, én azt mondom, hogy már túl vagyunk, mert nagyon sok ismerős arcot látok, és mi is nem örülünk, hogy rendre itt megjelentek és figyelemmel követtek minket, hogy ezt köszönjük szépen. És hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy tudnak, mindig nagy öröm, hogyha új szponzorációval számolhat le. Azt gondolom, hogy ezt nem kell mélyebben bemutatni miért. De talán nagy öröm akkor, amikor ennyi közös kapcsolódási pont és ilyen közös értékre mellett talál szponzorra. Bevét az előbb nem kedves szavakat idézett felénk. Én azt gondolom, hogy értelemszerűen a színválasztáson kívül, itt hagyni sérjük meg a tömeg felsőt, más olyan értékrendek is vannak, ami közös kapcsolódási pont, ami a Vizó a tejiparban egy nemzetközi és kiemelkedő márka, igyekszik a klub is a nemzetközi kézadó terén magas minőségben működni. Ezen kívül értelemszerűen a szegedi kötődés egy nagyon komoly közös pont, és hiszünk abban, és nagyon szépen köszönjük a támogatást, hogy ezzel élni tudunk. Nyilván kettős célja van ilyenkor egy klubnak. Az első és mindig a legfontosabb az a sportszakmai fejlődés. Így igyekszünk többek között ennek a szponzorációban köszönhetően is sportszakmai fejlődést végrehajtani a következőkben. Valamint az egy nagyon fontos eleme, hogy a mérkőzés élményt, ami ugye egy klubnak a fő terméke, azt tovább színesítsük. Én azt gondolom, hogy aki ugye élőben tekinti meg a mérkőzéseinket, az a szokványos mérkőzéseinktől látja, hogy miben nyújtunk eltérőt, ezt igyekszünk tovább színesíteni. Köszönhetően egy ilyen együttműködésnek erre nagyon sok lehetőségünk van, hiszen akár csak azzal, hogy egy ismert márkának a termékeivel ismerkedhetnek meg a fogyasztóink, további nagyon komoly aktivitásokat is hozzászínesítve ezzel a mérkőzést. Többek között például a holnapi védőben megrendezésekből nagy dobás, ahol egy szerencsés és ügyes versenyző nagyon nagy díjra tehet szert. Úgyhogy magunk részéről nagyon szépen köszönjük ezt az együttműködést, és üdvözlünk titeket a helyzetben minden. Még nem akartva kell lenni a DM, Bence, hiszen a meccsről is egy picit. Tegnap már posztoltuk, hogy 7314, azóta ez a szám csak növekszik. Azt hiszem, ez egy óriási dolog a Vizónak is, és a csapatnak is, hogy holnap bizony itt ez az aréna, ez megtelik. Bizony, és azt nagyon szépen köszönjük a szurkolóinknak. Nagyon fontos lesz, azt gondolom, de ezt majd Bence elmondja, hogy nagyon fontos a szurkolók támogatása egy ilyen kiélezett mérkőzésen, hogy hátra emberelénybe játszunk az ellenfelünk ellen. És remélem, hogy a Vizó nevében is mutatom, hogy jól sikerült akkor a bemutatkozás, főleg majd a holnapi napon. Az biztos, hogy egy nagyon kemény csatára számítunk, de nagyon fontos pont emiatt ez a szám is, amit itt emlegetsz, hogy a csatártáz is a közönség támogatása. Több. Azon kívül, hogy a mérkőzésnek nagyon komoly presztízse van, nagyon komoly események is fényelnek meg a holnapi napot. A kettős életpálya modell az nagyon fontos az akadémiánk számára, így a holnapi napon a mérkőzés előtt díjazzuk azokat a sportolóinkat, akik a sporton kívül a tanulmányaikban is kiemelkedő, a tanuló sportoló díjakat fogunk átadni.
valamint talán az egyik legemlékezetesebb momentum lesz a mérkőzés előtt, amikor is a korábbi vezetőedzőnket, a klub eddig legsikeresebb edzőjét, Juan Carlos Pastort köszönhetjük sorainkban, aki személyében, vagy személyes jelenlétében fogja megtekinteni azt, amikor is felhatásra került ügyességek halára. Azt gondolom, hogy ez egy méltó megemlékezése annak a 10 évnek, amit itt nálunk vezetőedzőként eltöltött, és nagyon nagy öröm számomra, hogy átfogadta meghívásunkat. Úgyhogy kérem a közönséget is, hogy akik szerették a műsort, azok fejezzék ki volna biztatásokat ebből. Nagy dobásról és aktivitásokról talán beszéltünk. A nagy dobásnak akartam kérdezni, hogy lenne a 7 méteres vonalra, 3-ból hányszor találnám bele a felső lécet, hiszen az a kézlabdában az 1000 szállat kötőz, hiszen a kézlabda válogatott is voltál. Nagyon kedves vagy. Csak kíváncsi, mert leteszteljük majd holnap a próbára, tehát legyen kis ugrás azért. Igen, Bence azért nem mutogatta, hogy szerinte egyszer se, én még ilyen azt mondom, hogy 3-szor. Valahol azért, főleg ilyen közönség előtt lehet, hogy megremegne a kérdés, egyszer azért elcsíptem a gófát. Nagy szerencse, hogy ez nem derül ki, úgyhogy így maradok a 3-nál, és ezt kivoltam így a szükség. Ennek ellenére nagyon sok sikert kívánunk a holnapi versenyhez, és köszönjük a Mizónak ezt a támogatási lehetőséget. Talán amit még érdemes megemlíteni itt van Carlos Pastor méltatása kapcsán, az az, hogy a témi nézőknek is jó hírünk van, ugyanis vasárnap reggel 8-kor érdemes a tekinteteket a tévéképernyőkre fordítani, ugyanis az NBA Sporton kerül bemutatásra, premierként Pastor X címen az a film, ami feldolgozza a Misternek az elmúlt 10 évét és munkásságát. Én magam már láttam erre részleteket, bár az egészet még nem volt alkalom végignézni, de én azt gondolom, hogy komoly mű lett. Köszönjük szépen a Mizónak, és csak előre, a holnapi napra pedig mi izgulunk, önök pedig biztosanak minket. Köszönöm. Következően Kovács Tamás alpolgármester úr. Az sem véletlen, hogy ő itt van körünkben, hiszen rendszeresen itt van velünk a mérkőzésen, és 1000 szállal kötődik az OTP Banking Szeged, és mondhatjuk azt is, hogy a Handball Feminine-nek a tagja. Gondolom büszkeség a város számára, egy a csapat, és természetesen a Mizó, hiszen a Mizó is 1000 szállal kötődik Szegedhez. Igen, köszönöm szépen, nagyon tiszteltetés, hogy a város is képviseltetheti magát ezen a rendezvényen. Én is köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Igen, a szegedi kézilabda csapat már több 10 éve, sok évtizede nem csak Szeged, hanem Magyarország, sőt a világ élvonalában kézilabdázik. A legértékesebb csapata talán Szegednek. Minden pillanata élménye, hogy játszanak, és ez valóban a nagyon jó szakmai munkának a kiemelkedő csapatszellemnek, és azt gondolom a szurkolóknak is köszönhető. Rengeteg izgalmas pillanatot és örömet okoztak már nekünk. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy évről évre mindig az európai élvonalában játszhatnak, és követhetjük a játékot. A holnapi nap is egy nagyon izgalmas nap lesz, már alig várom, hogy egy pár perccel előtte én is csatlakozhassak a szurkolókhoz, és együtt ebbe a gyönyörű kerekbe. Azt gondolom, hogy most már olyan stadionban játszhatnak, ami méltó ez a csapathoz, ez a szellemhez, és tényleg egészen meglepő az, hogy a korábbi sportcsarnok méretéhez képest ezt az óriás csarnokat is milyen könnyen be tudta lakni a csapat, és mekkora szurkolótáborra tett szert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Szegednek ez egy nagyon fontos pontja, és hát látszódik, hogy van egy anyagi biztonság is mögötte, ahogy hozzák a játékosok a teljesítményt, és látszik, hogy nem csak Szegeden, hanem most már tényleg Európában is nagyon erősödik a szurkolótábor a csapatnak, hogy egyre több cég áll ki mellette, és szponzorként támogatja. Én egyébként nagyon örülök, hogy megőrizte a névadó szponzor nevét a csapat, hiszen ez egy nagyon eklatáns része, de az, hogy Gyémánt fokozatú támogatójává lép elő a Mizó, az mindenféleképpen azt jelenti, hogy anyagilag is biztos, stabil lábakon áll a csapat, és hát nyilván a város részéről is megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a csapat minél sikeresebb legyen, tehát magunk is szponzorációs szerződésekkel nyilván támogatjuk, de természetben is ugye az akadémiát, vagy az utánpótlást is, minden csarnokot
ami lehetőségre áll a város környezetében, az ökoszisztémájában, azt mindig következetesen biztosítjuk, hiszen így tud előrelépni a csapat az utánpótlásba és az akadémián keresztül, hogy mindig kineveli azokat a játékosokat, akik tényleg Európa élvonalába tartoznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak a köszönet hangján tudunk a város nevében is szólni, és nagyon sok sikert kívánunk is a holnapi napra, hajrá Kékek, hajrá Pik Szeged! Azonban most nem hajlak. Bence azt mondta, 3-ból 3, te két méteres vonalról nagy dobás. Hát labdajátékból nem vagyok azért annyira kiemelkedő, én inkább a technikai sportokban játszottam, de lehet, hogy ha nem remekne a kezem és nem 7500 néző nézne, akkor lehet, hogy én is egyszerre eltalálnám, úgyhogy inkább azt az egyet tartanám meg magam. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a mikrofonért is szerintem Bátyi Bence, csapatkapitányunk. Bence, azért felcsillant a szemed, amikor hallottad, hogy a túról rendszeresen itt lesz a mérkőzésünkön, ez sem véletlen, hiszen Bella kislányod nagyon szereti. Először is én is szeretnék köszönteni mindenkit. Igen, ugye a Robival már a sajtótájékoztató előtt beszéltünk, hogy lesz túról Rudi, úgyhogy nem csak nekem csillant fel a szemem, hanem még a pár csapattársamnak is kész. Vannak azért olyan játékosok, akiknek az egyik kedvenc desszertje. Kislányom is szereti otthon, úgyhogy majd szeretnénk megvetni, de a poénkodás félretéve tényleg ez egy nagy dolog szerintem a klub számára és a játékosok számára is, hogy képviselhetjük ezt a nagyon nagy nemű brandet, és a mezünkön láthatják a szurkolók, a nézők, a tévénézők, és természetesen mi szeretnénk úgy teljesíteni a pályán, hogy vissza tudjunk ebből adni, úgyhogy ezen vagyunk a jövőben, és köszönjük tőle a támogatást. Rangadó volna, legfőképpen ugye nálad erre kíváncsiak az emberek. Felkészültünk? Azt gondolom, hogy igen, de az ilyen rangadókra, még hogyha nem készül az ember, akkor is készen áll, hisz egy Szeged-Veszprémről van szó. Úgyhogy ha az ember erről beszél meg, akkor is kicsit úgy beleborzongok, és én azt mondom, hogy a csapat készen áll, és készen áll a harca volna. Mit szólsz az, hogy ilyen népes publikum lesz itt a Pik Arénában? Nagyon örülünk neki, hisz nélkülük azért ez egy teljesen más mérkőzés lenne, úgyhogy tényleg boldogok vagyunk, hogy ennyien fognak volna minket támogatni a mérkőzésen, és nagyon nagy szükségünk összeálljuk. Mi dönthet a mérkőzésen? Ismeri egymást a két csapat, hiszen ugye rengeteg videót néz meg ilyenkor, mind a két együttes, mi dönthet? Hát most nem akarok belemenni a szakmai dolgokba. Reméljük a hazai pálya és a szurkolók, azért ez egy nagy előny lesz számunkra, hogy egy ilyen népes szurkolótábor előtt tudunk játszani, de én azt gondolom, hogy ha csapatként küzdünk egymásra, hogy az elmúlt mérkőzéseken, az egy kulcsfontosságú tényező lehet. Említettük a Mr. filmet, mondtad, hogy nagyon várod, és ugye hát korán kezdődik majd a műsor vasárnap reggel 8 órakor, de azt mondtad, hogy felveteted. Fent is leszek valószínűleg, mert a kislányom azért fent van 7 órától, úgyhogy majd együtt belenézzünk a vasárnapi szalonokon. Bence, zárszavára akkor mutatunk nektek egy kis részletet a Mr. filmből, jó? Hiszen ugye említettük, vasárnap 8 órakor premier. I need to come back to home every day satisfied with my job. One of the reasons also why I try to give every day my best. Never in my life I tell you this is finished. We can win anything in any moment. If we can prepare properly, we can win everyone. In this moment, we make a score, I run to him to make a big hug. In this moment, the world stopped during 2-3 seconds. Hát lehet, hogy sokaknak egy kicsit ilyen borsózósabb lett a teste, hiszen azért ugye ezzel szállal kötődünk ezekhez a sikerekhez, nagyon sok olyan kollega ülít, aki megélt azokat a győzelmeket, amelyet Juan Carlos Pásztor alatt, ugye 3 bajnoki cím, egy magyar kupa győzelem és egy helyen kupa győzelem. Hétfőn, vasárnap 8 órakor, jövő héten pedig a Sporttelevízióban a Periszter elleni mérkőzésünk előtt lesz látható. Annyit elárulok nektek, hogy hétfőn 16 órakor itt a Lunárnyi Márton sportcsarnokban az Akadémia
összes játékosa és 15-14-es korosztás közösen megnézi a filmet, tehát egy közös filmnézést szerveztünk a kiskéketnek, ők is lássák Juan Carlos Paztól. Hölgyek, urak! A sajtótájékoztató végére értünk, de nyilván aktívak lehettek, kérdezhetek bátran a sajtótájékoztató részvevőitől. Tudom, hogy néhány interjút szeretnének készíteni, bólogatnak is a kollégák. Van-e kérdésetek esetleg? Ha nincs, akkor este nagyon nagy szeretettel várunk benneteket 18-30 perckor a Röv Palotánál a fényi festésre, és természetesen találkozunk még ma is, de holnap is. Még a fotós kollégák úgy látom, hogy szeretnének egy közös fotót egy kicsit közelebb. Vagy ők rendezkednek ebben, jó?